Soha nem voltam hegymászó, nem ugráltam sziklákon, most pár perc alatt megtanulok. Via Ferrata, azaz vasaltutakon fogunk mászni. Gyertek! Majd ne vágd be, hogy paráztam az elején, jó? Kösz. Ugye nem fogod. Milyen felszerelés szükséges ahhoz, hogy nekiessünk egy ilyen vasaltútnak? A vasaltút azért jó, mert nagyon kevés felszerelés kell hozzá. Kell egy nagyon egyszerű beülő, ehhez kell még plusz egy energiaelnyelő kantár, ez gyakorlatilag két karabinerből áll, egy hevederből, és van benne egy kötélfék, ami 3-400 kilónál megcsúszik, és nem enged, egy nagyobb terhelés éri a mászót. Ha ez nem lenne, és mondjuk egy ilyen sima hevederrel próbálnám meg mászni, mint ez, akkor az akkor átránthatna, hogy akár a gerincen is eltörhetne. Ezt pihenő szárnak hívjuk, ezt csak akkor használjuk, hogyha megállunk vele, és ezt akasztjuk be a drótkötélbe, és ebbe tudunk beleülni. Ez azért jó, mert nem távolodunk el messzire a drótkötélt, és akkor tudunk pihenni, tovább tudunk menni. Ami még kell, egy sisak, ez gyakorlatilag egy mászós sisak, ez semmi nem különbözik a hagyományos mászós sisakokból. Érdemes egyébként egy kesztyűt használni, főleg ilyenkor, amikor nagyon meleg van. Egy speciális viafelrátás kesztyű, viszonylag erős a külső része, a belső része pedig egy ilyen szarvasbőr borítás, ami jól tapad a drótkötélen, és ezzel könnyen meg lehet fogni. Ez a vasaltutas mászás, az egésznek a lelke ez a drótkötél, ami rögzítve van a szikla mentén. Ez egy 16 mm-es acélsodrony, 12 tonnát bír. A felszés, ami rajtatok van, az másfél-két tonnánál szakad. Maga, amit csinálni fogunk, ez egy sziklamászás, annak egy könnyített formája. A könnyítést a drótkötél adja, ebbe kell végig kapaszkodni. Jó, akasz rá a karabinereket, fordítom. És akkor mehetsz is, ezen átsétálsz a dróton. Így, ráállok. Igen, és sétálsz. Elnyomom, vagy húzom? Toljad magadtól el, így erre. Mehetsz gyorsabban és nyugodtan. Bal láb, jobb láb, bal áll, jobb láb. Hát ez a gyorsaság, ez szó-szó. Hát a mosolyom nem őszinte. Az látszik, igen. Átlépsz a falra. Igen. Mellé lép, dőjél kifelé nyújtott kézzel, azaz, azaz, jó, és akkor így szépen lépegessé, mellé lépsz, tovább lépsz. Szükséges valamilyen előképzettség ahhoz, hogy valaki egy ilyen túrára elinduljon? Nem, hát neked sem volt semmi előképzettséged. Hát legyen egy közepes állóképesség. Igazából ez az út nem olyan nagyon könnyű egyébként kezdőknek, tehát azért kezdeményeztük azt, hogy a gerecse kapuja építése párhuzamosan kiépítünk egy olyan könnyebb útvonalat, ami fölöttünk jön, ami ennél is könnyebb, és ott biztos, hogy minden kezdőnek megfelelő terepet tudni majd biztosítani. Valamilyen okból kifolyólag kifelé nem nagyon nézel. Ez így biztonságosabb. Jó, értem én. Hát Magyarországon 3 helyszín van, összesen 10 úttal. Ebből 3 van itt Tatabányán. 4 darab Cseszeken, 2 pedig a Cuhalvölgyében. Ezeket ingyen lehet használni, egy dolgot kell figyelembe venni, van egy természetvédelmi törvény, ami előírja, hogy természetvédelmi engedélyekkel rendelkezni, aki itt mászik. Aki ezt betartja, az nyugodtan használja ezeket a pályákat ingyen. Szóval megyünk tovább. Megyünk tovább. Itt. Itt igen. Jobb láb, bal láb, jobb láb, bal láb, jobb láb, bal láb. Nyugodtan becsukadod a szemedet. Oh, yeah! Végig mentem! Hát ezt nem hittem volna az elején. Tényleg nagyon para volt. Abszolút para. Amikor én általános iskolás voltam, az osztályban nekem volt a legnagyobb a tériszonyom. Tehát Sopronban nem mertem a tűztorony mellvégyére kiállni. A lépcsőn még felmentem, de nem mertem kimenni az ajtón. És ahhoz képest azért sokat fejlődtem. Hát ez biztos. Igen. Kicsit fordulj ki balra. Igen. Nem. Húzz fel, állj rá a bal lábadra. Kicsit fordulj ki balra, és a jobb lábadat tudod feltenni ide magasra. Az is állják, akkor húzva, gyerünk, húzzad. Ez a kezdőpálya. Gyerünk, húzzad, igen, ez a kezdőpálya. Ez itt a haba tortán. De hát meg tudtam én is csinálni. Ah, yeah!
Na, gratulálok. Köszönöm. Milyen volt? Itt a vége? Fuss el vére. Itt a vége. Itt a vége. Marha jó. Legyőztem a tériszonyomat. És ott már a bakony. És magadat. És ott már a bakony.